Szabó Jánosnak gratulálok a győzelemhez. Azt hiszem, hogy elégedett lehetsz, és akár a helyzetek alapján több is lehetett volna ez. Maximálisan elégedett vagyok, és köszönöm a csapat nevében. Én úgy gondolom, hogy megemelhetjük a kalapunkat a csapat teljesítménye előtt. Masszívak voltunk, koncentráltak voltunk egy jó csapat ellen, jó nevekből álló csapat ellen, akit most sikerült két vágra fektetni. Szerencsénk is volt, de mindig az mellé áll a szerencse, aki tesz érte. Megint jó volt a csapat védekezése, hiszen nem kaptunk gólt, és Szabó Ádám is nagyon jól védett. Igen, röviden ennyi. Így van, jól foglaltad össze. Akkor elégedett vagy, viszont láttad azokat a taktikai megoldásokat, amiket kértél a mérkőzés előtt? Mivel előtte beszélgettünk erről veled, én azt gondolom, hogy te is vissza tudod igazolni, hogy a pályán a kitolt védekezésünket a középpályára meg tudtuk valósítani, és ezáltal kivettük a gyors játékosokat a mezőkövest csapatából, és igyekeztünk minél hamarabb körbevenni őket. Miután megvolt a labda, akkor pedig nagyon ügyesen megcsináltuk a kontrákat, amelynek az élén most a Bene Attila vezérletével és a beállt Horváth Bence vezérletével úgy gondolom, hogy egyre másra alakítottuk ki a helyzeteket. Az első fél időben ugye megvolt a vezetés, mit kérte a szünetben a játékosoktól a másik fél időre? Hát azt, hogy a vezetést felejtsék el, az csak egy pillanatnyi dolog. A mérkőzés végéig, lefújásáig próbáljanak koncentrálni, és ugyanezt a fordulatszámot beletenni. Én úgy gondolom, hogy formálódik a csapatunk, vannak ilyen részsikerek, de messze még a vége. A mérkőzés előtt ugye mondtad, hogy Eldő, hogy tudunk-e a középmezőnyben maradni, akkor ezt kijelenthetjük, hogy akkor most már középcsapat, lesz stabil középcsapat a Barcika? Jó, hát egyenlőre egy hétig ott vagyunk, aztán jövő héten megint nyerni kell, vagy egy X-et elhozni, illetve bocsánat, nyerni kell, mert Orosházára megyünk, és ott azért azt mondom, egy idegenbeli siker benne kell, hogy legyen. És nem menjünk ennyire előre, messze még Mikulás. Szabados Györgyel beszélgetünk a mérkőzésre a mezőkövesd vezetőedzőjével. Hát a héten ez már a második vereség volt, nem jött össze megint győzelem. Mi volt az oka ennek? Hát több gólt rúgott az ellenfél. Miért nem jött össze a játék? Hát ez már azt mondom, mélyebb elemzésre szorul. Én azt mondom, hogy ugye az a csapat, amelyik jobban akarja a sikert, többet tesz érte, az általában eléri a célját. Az a csapat, amelyik csak azt mondom, hogy szóban próbálja megoldani a feladatot, és a gyakorlat az, azt mondom, hogy nem azt mondom nulla, mert tettünk, azért dolgoztunk, csak hát azért az ellenfél jóval akaratosabb volt, jóval lelkesebb volt, és én azt mondom, hogy ha gyorsabban gondolkodik valaki, gyorsabban csinálja a dolgát, akkor nyilvánvaló, hogy ez a mérkőzés befolyásolja, és hát a sokadik olyan gólt kapjuk, ami rendkívül bosszantó, mert azt mondom, hogy a pontrugásokra ugye fel lehet készülni, és azokat a pontrugásokat ugye rendszerint az ellenfél nyeri, és innentől kezdve ugye az ember ilyenkor jön, azok a gondolatok, tehát ilyenkor jönnek azok a gondolatok, amikor azt mondja az ember, hogy na most mennyire akarja az a játékos a sikert, aki éppen ott hagyja az ígyszerbe lévő ellenfelét, és akkor hagyja, hogy befejeljék, vagy hagyja. Vagy éppen a kapuson már a sokadik olyan hibát követi el, amire azt mondom, hogy nincs magyarázat, vagy hát a magyarázat van, csak hát az túl sokba kerül nekünk. Pedig ugye alapvetően azért jó játékosokból áll a csapata. Mi lehet a gond? Nem nehéz őket csapattá gyúrni, vagy mi lehet a probléma? Hát eléggé összetett a probléma, mert azért az ember szóval elvárná azt, hogy ilyen játékosok ugye azért a pályán tudják, hogy mit akarnak csinálni, és hát itt azért azt mondom, hogy a lelkesedés, a hozzáállás, az akarat, az döntő egy ilyen mérkőzésen, és ha ehhez hozzáveszük azt, hogy ugye a játékos múltjába benne van az, hogy azért ő megfordult magasabb osztályba, vagy ott volt, akkor nyilván az ember elvárná, hogyha azonos akarattal bírnak a játékosok, akkor a tudás az kidomborodjon. Na most pont itt azért ez nálunk egy kicsit hiánycik, tehát úgy szóban úgy nagyon meg vagyunk magunkkal elégedve, meg nagyon tudjuk mondani, hogy mi a probléma, meg mi
csináljuk, csak a tettek azok kicsit, mondom, nem találkoznak ezekkel a gondolatokkal, és akkor ez már